Live from Hungary, szágódunk és dumálunk, többennék és üzemmód. Hol írja itt a nézőszám? Mindjárt kimegy az értesítés, mert nézd már neki kimenje. Se tudom már, hogy mi van. Értesítjük a nézőket, hogy élő adásban vagy. Nagyszerű, mert kimegy az értesítés. Tehát, hogy ilyenkor ez a, aha, nézzük, ez a live ilyenkor kimegy. Folytasd tovább. Nézőket értesítettünk. Nagyon jó. Csak én azt nem látom igazából, hogy mennyien vagyunk, de majd gondolom egy ember van. Na, jönnek már szépen lassan. Szevasztok, srácok, szevasztok, még várunk egy kicsit, hogy többen legyenek. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó rendezvényen jelentkezünk ma nektek innen levelekről. Úgyhogy mehet, igen, a V80-adik, de még a poént még nem lőjük le, itt lesz majd a barátom is. Ez a V80-adik, és ez a 20. találkozó, ami nehéz azt jelenti, hogy 10 éves. És őszintén be kell valami, nekem ez az első, úgymond a saját autóm. Tényleg? Igen. Mindjárt lemutatjuk, itt lesz majd egyébként a Vilének is a kocsija, de még addig is srácok, addig meg várunk még egy kicsit egyébként. Szevasztok, szevasz Csabikám, szevasztok, remélhetőleg jó a kép, jó a hang. Gyerekek, nagyon sok V8-as kocsit hoztunk, és meg szeretném nektek mutatni, jó? Úgyhogy tartsatok velünk, egy ilyen 20 perces élő műsort csináltuk. Túrába. Lesz itt mindjárt egyébként, mindjárt meglátjátok, van itt kábrió is, majd a kamerát mindjárt megforgatjuk, jó? Ha ne csak mink látszódjuk, lesz itt majd kábrió kocsi is igazából, várjál csak, ezt meg is fordítjuk ezt a kamerát, csak annyira nézzétek el nekem, hogy én ezt nagyon őszintén, hogy... Egyből a gyerekek, itt kezdődik. Tudom, jó a kép, gyerekek? Szevasztok, valaki írja már meg, hogy a hang nem szakad, meg nem akad a live. Már olyan helyen mondjuk, hogy nem nagyon van itt internet. Szevasztok. Megszakad. Megy még? Írjátok meg, légy srácok, hogy jó a kép, meg ilyesmi. Ez az, srácok. Egy pár lájkot, meg egy pár hozzászólást, hogy kérünk, minél több emberhez elmenjen, jó? Megy most, jó, oké. Na, szóval, srácok, elmondtam, hogy hát, ha nem fog megszakadni, itt vagyunk levelekkel, itt lesz velünk Vili is. És egy pár szóval, hogy mutassam be az autót. Várjál, ne kapkodj, annyi, hagyd nézzük meg a négy, öten vagyunk, tesó. Kell idő, nyomjatok egy pár lájkot, persze, létszik, segítsetek egy pár lájkkal. Bemutatjuk egyébként a Cadillac-et, és be fogjuk mutatni. Bújik. De van itt Cadillac. Van, lesz Cadillac, ott van a hátul, egy Cadillac van, úgy látom, van. Figyelj, Pontiac, Corvette, ott van Krisztus, szia. Ott van mindenki igazából, és ott az autók a háttérben. De nagyon komoly rendezvényen vagyunk, úgyhogy szavaztok, Gyulám, szavaztok. Itt addig előjáróban, addig itt a... Megmutatunk nektek egy nagyon kis különlegességet, ez a... Nagyon-nagyon egyszerű a történet. Ford Mustangot, srácok. Igen, hát esetleg, hogyha valakinek van, figyelj, nem drága, csak szólok, hogy azért ilyen 13 millió alatt meg lehet venni. De igazából... De lehet, hogy nem kéne mozogni, nincs internet, nem tudom. Tehát ilyen a belseje. Na, menjünk át, itt van Vili, egyébként az előbb már találkoztunk vele. Gyere ki az árnyékba, még így közelről, mert mikroportot nem hoztunk. 2021-ben hoztam a Mr. Mustang ezt a kocsit. Egyedi belsőt kapott az egész, és 140 ezer kilométer van az autóban, hibátlan, nincs hibája az autónak, nem tudunk róla, de bevizsgáltatható. Nem tudunk róla, jó kereskedő duma. Ekkora persze. 2015 9. havi a kocsi. Ez a 305 lovas, a kisebbik motorot, a 3-7V6, de doszt elég, amire szereti az ember, hogy megjelenik, ezért szeret egy kicsit menni, és ott fogja dobni a farát. Úgyhogy nagyon jó autóról lenne szó, és ezt az árat úgy érezzük, hogy valamennyire tudnánk csökkenteni, de ha a gépjármű beszámítás van, akkor tudjuk növelni. Na, de nagy vagy, úgy, hogy... hát a csere ár, ezt úgy hívja, csere ár. Ez csúnyábbi kifejezés, de mindegy megoldás minket érdekel. Ló, kecske, szamár nem, de minden más igen. Ez nagyon jó. De látod, így kell, ilyen jókedvűen itt leveleken, itt vagyunk a V8 Fanatixon srácok igazából, úgyhogy ilyen jókedvűen kell bemutatni valamit. Igen, azt is hozzá kezdtem, hogy kedveste óta itt vagyok a fő kedveste sátornál. Igen, ott a sátor. Nem a Hellfolyt. Igen. Hogyha valaki idejön, akkor itt tud velük találkozni a srácokkal. Na gyere, mutasd meg, Vili, a saját autódat, ami régen meg akartuk már ezt igazából akkor nézni. Pár szót. Ez egy 1987-es Buick Electra Park Avenue. Hát tudomásom szerint ebből kettő van Magyarországon, mind a kettő nálam, hála jó Istennek. Az egyik egy működő állapot és magyar rendszámos, ami itt van. A másik pedig sajnos csak egy Donor, amelyik nem indul. Az egy Donor sose állt egyébként. Az autó módosítás lett
elsősorban a felújítási dolgok, nem tudom, látszik meg, hogy a műanyag díszek is le voltak kopva idáig át a Dudvában, Romániában találtam rá az autóra. Ezeket próbáltam úgy restaurálni, hogy egy kicsit kopott is legyen, de egy kicsit... Voltunk ott a múltban. Várj egy picit, mert élünk. És az autóról azt kell még mondanom, hogy nagyon sokáig nem találtunk rá a felnit, és nagy nehezen találtam rá egy felnit, amit egyedileg készítettünk a saját fiammal. Ez tök jó, hogy ilyen csillogós. Elmondom, egy rose gold festéket kapott a kocsi, és rengeteg csillámport a lakra, amit egy kicsit visszacsiszolgattunk. Nem jön le, lehet fújni, sterimózni. Ezt úgy meg van fújva lakra, hogy ez nem jön le. Nem tudom, mennyire látsz, srácok, ez mennyire csillog, mennyire adja vissza egy a kamera. Az emblémáról annyit, hogy az idei AMTS fesztiválon ott voltunk, és láttam egy lowrideren egy ugyanezt az emblémát, és addig túrtam a netet, több heten keresztül megtaláltam. Sikerült szereznem egyet. A felirat a lowrider libár tesz, az az én életem. Ez a G, keep it G. Chicano stílusban. Keep it Chicano G, abszolút. Stílusban nyomatom. És mit kell még mondani róla? A szőnyegeket egyedül csinált, ők egyedileg készítették nekem. Na most, aki lowriderezik, vagy tudja, hogy mi az a lowrider fogalma, arról szól, hogy egy perc, Zsolti! Hogy a lowriderben Chicanoknak nincs pénzük, és csináld magad, és csináltam magad egy váltógombát. Azt nem mutassuk be, mert de, azt titok letiltja. Nem, de ez egy fej, de nem lehet. Akkor így, bocsánat, akkor csak így. Oké, okay. ez egy fej. Okay. Egy Lotusnak a grillinek a kupakjából. Igen, ügyes vagy, egyébként vannak megoldások. Tehát ha megnézitek egyébként így az egészet, ez az egész amerikai életérzés egyébként, tehát ez nagyon komoly. Gyere be, te amerikai. Amerikai zászló, ugyebár ez az üléssel, olyan kik, nem látjátok, de annyira jó. Figyelj, ez kényelmesebb, mint az én szimulátor ülésem igazából. Amerika, meg mit tudom én. Tök jó. Na, a srácok közben megmutogatjuk itt nektek itt a többi autókat. A Willi elmegy éppen a Mustanggal arrébb áll. Kicsit arrébb áll. Valaki útban volt, és nézzétek, mi jön ott? Azt nézzétek, ott milyen. Köszönöm. Nem tudom, srácok, jó a kép, meg jó a hang igazából? Nem akadozik? És annos itt leveleken vagyunk, és hát a térerő az ilyen nagyon ilyen teszkós, úgyhogy... És jön az első! Befélsz, igaz, Zsolti? Na, úgyhogy... Ismerős arcok jönnek itt, kérem szépen. Vissza is ugrottam. Ismerős arcok jönnek. Hát igen, az egy komoly kategória ott. Nem tudom, meséljek-e tovább a kocsiról. Hát igazából az, hogy mi a terveid még vele, tehát hogy azért itt... A módosítások... Tehát egyébként én követem a Willit, meg egy személyes barátom is, tehát azért mindig látom, hogy a... Nem tudom, mindenki látja, azért vannak benne nagyon sok egyedi dolog. Igen. Gyerekje. Hoppári. Fő maradék, ami még szeretnék rajta módosítást, az szerintem egy levegős rendszer, a hidraulikánk az összes kerék külön mozogjon. Lowrider eztetni szeretnél? Az a baj, hogy a lowridernek nagyon sok fogalma van, és az a baj, hogy a pattogással, hogy ez rengeteg károsodást okoz. Ezek általában kibelezett tolszóktal szokták csinálni, de egy olyan hidraulikus rendszert akarok, amit külön tudom állítani a tegérre, hogy kicsit másabb legyen. Amúgy majdnem minden matrica egyedileg én találtam ki, hogy mi is legyen, főleg a far résznél. Ez a Simplán Beautiful gyönyörű. Nagyon jó. Úgyhogy nekem azért lett Simplán gyönyörű, mert megteszett és azt mondtam, hogy ez gyönyörű. És ez így, ez belejött. Fiatalosan. Igen, fiatalosan. Hát tudom, hogy akarsz a szerepelni, élőben vagyunk, hello, nem? Nem mutatjuk, sziasztok. Willikém, hát... Köszöntöm, hogy itt lehettem egy kicsit a te live-odba is. Várjál, meg, egy kicsit megforgatom a kamerát, igen. Hogyha megtalálom. Hol vagyunk? Várjál, csak erre helyet megforgatom. Remélyik, is beköszönt. Hogy kell? Kamera? Átfordítás olyan nehéz, ritkán szoktam. Úgyhogy köszönöm szépen egy kicsit, hogy megtisztelt, hogy ide is jöttél hozzánk. Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt a Zsolt és egyébként te milyen autóval érkeztél? Megmutatod? Meg. Egy kis fekete korvet. Nézzük meg! Srácok, írjátok meg kommentbe, hogy érdekel benneteket ez a csoda. Visszaforgatjuk a kamerát, itt Zsolti mindjárt elmondja rá. Minden is eladó. Minden eladó. Zsolti mindjárt megmutogatja, gyere mutasd meg akkor. Zsolti is nekem egyébként régi barátom, és ezekkel a srácokkal azért szeretek így összetalálkozni, mert azon felül régen találkoztunk, így mindig meg tudnak lenni. Na hát srácok, szintén amikor látjátok a streamet meg a műsort, körülbelül hasonló kocsikkal megy. Eszméletlen. Mit lehet erről tudni, Zsolti? Én tényleg látom, mert látom, de hogy azért milyen évjárat, hány lóerő, milyen motor van benne. Kulcsról, gyerekek, kulcsról, ezt csináld még egyszer, Léci. Várjál, innen a hátulról. Áll is, figyeld, a távirányító. Gyerekek, távirányítóról.
távirányítóról beindította. Na figyelj, figyeljétek a kezét. A gyerekek, végem van. 2017-es 6.2 V8, 8 sebességes automata, 466 lóerős, sima szívó benzin. Jézusom, gyerek. Targatetős. Lehet egy hülye kérdésem, mint a hülye gyerek, amikor itt adhatod neki egy gázfröccsöt? Hagyjál. Na srácok, az a megtiszteltetésért minket, hogy most éppen beülünk egy nagyon-nagyon komoly Chevybe. Apa, gyerek, figyelj, kerestem a kilincset belül, mint a bagiba. Aztán a Zsolti csak ide nyúl. A belsője, tényleg megtiszteltetés egyébként egy ilyen beülni. Nagyon komoly műszerfala van. Csak egy nagyon pici gázfröccsöt neki, csak azért nem tudom, hogy halljátok így videóban, jó? Nem is akarjuk itt erőltetni igazából, hogy kiszúrjanak itt minket, hogy olyan durva gyerekek. Ezt így megmutatjuk. Ezt így köszönjük Zsoltinak, hogy ezt így elhozta, meg így megmutatta igazából. Remélem, hogy nem akad a live, gyerekek, hogy van még internetünk. Szóval ez van, gyerekek, ez a V8 fanatik leveleken. Szavaztok, akik újonnan érkeznek, remélhetőleg, hogy jó az adás minősége. És hát van még itt egy pár nyalánkság egyébként, megpróbálom úgy lejjebb sétálni. Egyébként Zsoltikám, jó vagy? Minden oké? Velem is minden oké. Eladó az autó egyébként? Minden eladó? Egyébként el is adó. Eladó, el is adó, hogyha... Az árat azért nem kérdezem meg... Ajánlatért. Igen, az árat azért nem kérdezem meg... Nálunk minőszi... rugalmasak vagyunk. Nem illik megkérdezni. Igazából nem illik, de az előbb akadott, de most jó gyerekek? Mester, ezzel mentünk NASCAR-ba, nem? Igen. Ilyen autókkal mentünk a NASCAR-ra. Tehát nyomjuk a streamet TikTokon, autóversenyt a srácokkal, és képzeljétek, egy 2 nappal ezelőtt a játékba kiköpött ezzel az autóval mentünk, srácok. Kiköpött ezzel mentünk, és most itt van élőben. Eszméletlen. Az újonnan érkezőknek azért mutatjuk, hogy van még itt azért még itt egy pár csoda, meg egy pár ilyen érdekesség, úgyhogy kérlek szépen, ez leveleken vagyunk, az a V8. Az újonnan érkezőknek azért mutatjuk, hogy van még itt azért még itt egy pár csoda, meg egy pár ilyen érdekesség, úgyhogy kérlek szépen, ez leveleken vagyunk, az a V8 fanatik. Ez a